Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Legendás idők, legendás tanúja a mai vendégem, hiszen ki ne emlékezne az 1985-ös videóton nagy menetelésre az UEFA Kupa torna sorozatban, és hát nagyon sok mindenkivel beszéltünk már, és hát az volt a szándékom, amely megvalósult, hála Istennek, hogy mindenkit megszólítsunk, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos időszak. Nagyon régen volt, több mint egy emberöltől telt el azóta, ennek ellenére azért mindig figyeljük a történéseket, és visszaemlékezünk rá. Tehát vendégem Borsányi István. Szép jó estét. Borsi, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Ahhoz, hogy eljussunk 85-ig, vagy akár a mai pillanatig, hiszen az Ikarusz edzőjeként is azért most már nagyon komoly szakmai eredményekkel büszkélkedhetsz, beszéljünk egy kicsit az indítatásról, arról a pillanatról, amikor egy polgári család gyermeke sportágat választ. Igen, ehhez azt kellene, hogy legelőször a volt Lenin úton laktunk, most másképp hívják már, és elköltöztünk már a Május 1 térre, most Szénatér. És ott közelebb esett a videóton pálya, ahova apám néha kiment, mert ő sportkötődésű volt, és egyszer én is kilátogattam. Vollekék játszottak még a Karsertálán, még MB2-es volt a csapat, és ott megláttam azt a rengeteg embert, és azt a hangulatot, és az megtetszett. És utána kimentem a pályára, Ispajcs Tibi bácsi volt az edző, de hát rengetegen voltunk. Tulajdonképpen így kezdődött. Tehát Csicsával, Ispajcs Tibi bácsiról beszélünk. Igen. Egy remek ember volt, és nagyszerű balszélső az ő saját korában, és kiváló ember. Mi mindent lehetett tőle megtanulni? Ugye egy kicsit azért is nosztalgiáznunk kell, mert ma már azt mondják, hogy akkoriban kockás volt a labda, én ugye közösen bizonyíthatjuk, hogy ez nem így volt. Hát a kockás is volt, de azt is tudni kellett kezelni, tehát ugyanúgy kellett futballozni, mint talán most, még ha nem is volt ilyen tudományos, mint a mai napon. Hát igazság szerint én őtőle a játékosságot tanultam. Az, hogy a sportot komolyan kell venni, de rengeteg benne a játék. A szórakozás, a szórakoztatás, tehát hogy nézők előtt folyik, hogy rengeteg embert vonz, rengeteg embert érdekel, és hogy egyfajta könnyedség, ahogy ő ezt kezelte, ezt az egészet. Mikor derült ki, hogy kellően tehetséges vagy ahhoz, hogy íve legyen a pályádnak? Azt tudtuk, hogy emlékszem rá, rendkívül gyors voltál, és a labdában is barátsággal bántál. De ez nyilván ennek ki kell derülnie, hogy aztán tovább tud lépni. Hát igazság szerint inkább a fizikai adottságaim voltak jobbak, mint a technikai tudásom, de köszönöm a bókot. De rendkívül gyors voltál. Igen, minden tekintetben, tehát én úgy gondolom, hogy nem, már a gyorsaság nem csak a futó gyorsaságot jelenti, hanem a reakció gyorsaságot és egyéb más mindent. Tehát ott elég sok minden gyorsaság létezik a labdarúgásban, amiben úgy gondolom, hogy ott produkáltam, de ehhez nem társult az a kiváló technikai tudás, ami kellett volna. És ezért nem jutottam tovább, mint amit jutott. Világos, de azt azért ennek ellenére cáfolnám, hiszen a ifi válogatottban jártunk mi azért együtt föl egyik oldalról, ahol te azért nagyon komoly pályafutást futottál be, márpedig Rákosi Gyuláék azért értettek ehhez a sportákhoz. Igen, mind akkor még divat volt, mert 17-18 évesen elkezdték összeválogatni az UEFA csapatot, ami volt Magyarországon 1976-ban, és előtte két évvel már elkezdték kiválogatni a játékosokat. Tehát már akkor Tatán gyűltünk össze, összehívták így a kluboktól a játékosokat, és ott szűrték. És ott tulajdonképpen ott válogattak ki, erre a posztra, akkor kerültem képbe, és onnantól kezdve, hogy a Videotonnak is 76-ban aranyérmes csapata lett, tehát az ifjúsági csapatunk megnyerte az országos bajnokságot a második alkalommal kiírtat, akkor kerültünk többen is képbe, akár Porogi Lajos, akár Koroknai Viktor, akár a Mater László, vagy a Nagy Tibi, tehát ők mind-mind ennek a vonulatnak, a Guszti bácsinak a felfedezetjei. Hogy lettél jobb hátvéd? Igazság szerint két termetre jobb játékos volt nálam, a Sábel Imre és a Szuna Zoli. Na most ezért én kiszorultam a oldalra, de igazán a gyorsaságomat meg ott lehetett kamatoztatni. Azért ezt a csapatot gyorsan mondjuk el, a nézők hátra felkapják a fejüket, hogy a Díszpeti védett ebben a bajnokcsapatban Borsányi, Szuna, Sábel, Esmolnár, Mater, Szőke, Nagy Tibi, Koroknai, Porogi, Olajos, Stumfold, Csabi,
Isten nyugosztalja, Nagy Tibi, és a Presseller Tomi volt a bal. És Koroknai Viktor. És a Koroknai Viktor, igen, a center, aki Rákosi kedvenc volt, hiszen igen, a Szovjetunió elleni UEFA döntős csapatban ő volt a center. Ugye ez kevesen. Mater Laci ugye Kaposváron lett NB1-es futballista, rólad beszéltünk, Porogi Lajos játszott már 77-ben a Kovács Feri bácsinál, ugye az első osztályban. Szóval ez egy remek korosztály volt. Mi az, ami, és akkor már Szőke Miklós volt az edző. Róla külön kell, hogy szót ejtsünk, hiszen nagyon sok játékos köszönhet neki nagyon sokat, és a videóton is. Igen, mi voltunk a Szőke bébik. Olyan 2 évet voltunk vele, nagyon összekovácsolt minket, jól is válogatott, meg tudta mindenkinek a posztját. Tehát szerintem ő rakotta a jobb hátvéd posztjára, tehát ő volt az, aki engem azt a posztot megnevezte, illetve hát utána specifikusan oda nevelt. De kemény ember volt, és én igazán szerettem, ráadásul egy téren is laktunk, a Május 1 téren, nekik is ott volt a Május 1 téren, a 9 emeletesekben ott lakott a családjával, többször találkoztunk, de mondjuk ennek jelentősége nem volt, mert mindig az játszott, aki éppen a legjobb volt. És jött az a különleges időszak 1976-ban, hogy a Videoton úgy döntött, hogy arra a csapatra építi a tartalék csapatát, ami már akkor pénzzel járt, ugyebár. Ez mekkora áttörést jelentett a te életedben, hogy immáron pénzért játszottál hétről hétre? Hát egyrészt szokatlan volt, mert akkor kerültem ki a gimnáziumból is, és a hova továbbat kerestem. Akkor jelentkeztem egy ilyen szakirányú képzésre, tehát tulajdonképpen elektronikai műszerész is vagyok, 2 évest elvégeztem, és akkor felajánlottak szerződést a Videotonnál is. Tehát akkor voltak ezek a félprofi bújtatott állások, a Vidibe dolgoztam, illetve mellette végeztem ezt a képzést, és hát egyszer csak 18-19 évesen a bajnoki mérkőzést 600 forintért játszottunk, és hó végén ott csengett a kasszában. Tehát ez olyan újszerű volt, ez olyan meglepő, tehát az első kereseteim egyike. És annak a generációnak tulajdonképpen köszönhetően azért Szőke Miklós nevelésének, illetve arra, hogy Kovács Feri bácsi is nyitott volt a fiatalok felé, szinte egyenes útja volt az első csapatig. Melyik volt neked az az áttörés éve? Hát igazság szerint én 79-ben Gyöngyösre igazoltam, NB2-be, ott egy kieső csapat volt, de valami miatt visszarakták őket, vagy nem vállalta, aki feljutott, vagy másoknál fogva, de bent tartották a Gyöngyöst, és ott egy nagyon jó évet futottam. Akkor akart elvinni a Vasas, a Ferencváros, aztán végül a Honvéd is, de bevonultattak katonának, innentől kezdve pedig másképp alakult a pálya. Akkor más volt a katonaság, ugye te Ceglédre kerültél, igen, a Honvéd belsőben, és ráadásul akkor nagyon sok katonacsapat volt, de ez volt az egyik legjobb. És másfél év volt akkor még, jól emlékszem? Akkor csökkentették le, 24 hónapra vonultam, végül 20 hónapot teljesítettem, mert az első harmadot úgymond 8 hónapig, és a másik 2-t már csökkentették, és 6-6 hónapig szolgáltam. Szerintem ez újdonság erejével hat, de miként lehetett átvészelni egy katonacsapatnál ezt ez a 20 hónapot? Ez katasztrófa. Már igazság szerint minket nem úgy dotáltak, hogy meccspénz, hanem hazamenetel. Na most, hogyha nem nyertél, és ez elvárás volt otthon, mert egy tényleg jó csapatról beszélünk, tehát ott a 3 csoportos, vagy nem is, talán 2 csoportos NB2-be, ott egy harmadik helyezett csapat, tehát otthon elvárás volt, hogy nyerjél. Nem nyertél, nem engedtek, az a visszavették, nem adták oda a könyvet. Egyszerűen ez volt a motiváció. Viszont jól szerepeltetek, és jól szerepeltél te magad is, hiszen ez hozott vissza a Videotonba tulajdonképpen. Igen, ott középhátvédként játszottam, elég jól is ment, és erre a posztra akartak a nagyobb csapatok is elvinni, de ott tényleg valóban egy nagyon jó társaság jött össze, hogy többeket ne említsek, mint Gruborovics, a Krómer Árpi, Dékány Lajos, aztán a Morvai Árpi Pécsről, tehát nagyon-nagyon jó kis társaság volt tényleg. Tehát ott, ha a kicsit komolyabban veszük, vagy nem ilyen 6-8 hónapokat szolgálunk, akkor az a csapat lehet, hogy NB1-be is el tudott volna jutni. Más kérdés, hogy kiesik-e, vagy ott milyen, hogy szerepel, de nagyon jó kis futbolisták jöttek ott össze. Mi fogadott itthon? Mert hogy otthonról hazajöttél, ha úgy tetszik. Igen. Hát akkor közvetlen leszerelés után hívott Kovács Feri bácsi Debrecenbe, amire én el is ígérkeztem. Tehát én megígértem Feri bácsinak, hogy oda is megyek.
de aztán a Szalmási Tomi megkeresett, hogy nem jönnék-e vissza. Na most ez meg olyan motiváció volt, hogy haza jöhetek, hogy ezt választottam. Tehát én visszajöttem akkor Székesfehérvárra, és a Szent Mihályi volt az edző, aki én azt mondom, hogy talán kedvelt is, mert talán többet játszhatott, mint a Tibit, a végtibit. Tehát akkor én preferált engem. Valami oknál fogva Tibit nem kedvelte, aztán lehet, hogy ez is közre játszott, de kezdő voltam nála. Vasas ellen mutatkoztam be 1982-be. És ez volt az első mérkőzés, ez további 100 követte. Igen, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy számtalan edzőváltás, és azért ennek ellenére bíztak benned. Nagyon sok edzőváltás volt abban az időszakban. Igen. Ki volt az, akitől a legtöbbet lehetett tanulni, aki ez a legtöbbet adott? Ez egyértelmű Kovács Ferenctől. Tehát olyan dolgokat mondott, amit, tehát játékos fejjel most ugyan átélem, mint edzőként, hogy mondanak valamit, tehát felvázolnak, vagy tudomásodra hoznak, és elmondják, hogy ez így lesz, így van, és utána látod a mérkőzésen az élettől, hogy ez valóban, ha kételkedtél, akkor ez egyfajta bizonyosságot, egyfajta olyan biztonságot ad, hogy jé, tényleg igaza van, tényleg, hogyha így csinálod, akkor az bekövetkezik. Tehát olyan dolgokat mondott, például egyet említsek, hogy oda került 83-ba talán, és azt mondta, hogy mi van, kerékpárokkal jártok? Egy év ma mindenkinek autója lesz. És így volt. És igen. Igen, én azt hiszem, hogy ezt kívülállóként is, meg egy kicsit belelátóként is tapasztaltuk, hogy a Feri bácsi nagyon sokat tett, hiszen egymást váltották az edzők, a Verebesre mindenki mágusként emlékezik, nos hát nagyon sok vizet zavart, mondhatom itt, sőt, itt Fehérváron, de azért nagyon sokat tett a későbbiekben azért, hogy fejlődjetek. Mi volt az a pillanat, amikor elindult felfelé ez a csapat? Hiszen összeállt a csapat, ott voltak a fiatalabbak, tehát már a Diszt-Laci korosztálya, aztán volt a Diszt-Peti és a ti korosztályotok egy kicsivel későbbiek, és akkor még ott voltak a Csongiek, Májer Lali, Szabó Józsival és a többiek, és szép lassan az öregek viszont kikoptak, és így lett ebből a nagy UEFA menetelés. Igen, ezt még nem kérdezték tőlem, és ez érdekes és jó kérdés, mert ezt még én sem gondoltam át, de rögtön az villant be, hogy a Feri bácsi oda került, mi ekkor egy kieső csapat voltunk szinte, utolsó pillanatban menekültünk meg talán, és ez olyan trauma volt nekünk, mert előtte a Szent Mihályéval jól szerepeltünk. És ott majdnem kiestünk, tehát tényleg megütött minket a kiesés szeletát, mindenki a körmét rágta és próbált tenni ezért, és oda került a Feri bácsi új edzésmódszerekkel, új ember, más szemlélet, más csapat, tehát olyan plusz motivációt adott, ezt ő mondta is, hogy ilyen csapattal még nem találkozott, aki ilyen intenzitással és ilyen sebességgel edz. Tehát egyszer csak visszajöttünk a pihenőről, és olyan sebességgel és gyorsasággal, tehát én azt mondom, hogy az a csapat, ott abból, mondjuk 16-os volt egy keret, 15 játékos megszakadt a pályán. Na most egynek mindig volt valami kínja, nem is én, tehát nem emelnék ki senkit, hogy azért, mert ő kevesebbet akart, vagy nem, de valami baja volt, vagy ez az. De a lényeg az, hogy a 16 játékos egy irányba állt a feje, és egy irányba húzott. Itt nem volt az, hogy most én nem akarom, vagy erre haragszom, vagy arra haragszom, vagy ezért nem. Egy példa erre, például Csongi szólt, hogy srácok, megiszünk egy üdítőt a Ágiba, meg persze. Na most a 16 játékos ott volt mindenki. 5 percre, de ott volt mindenki. Tehát ez egyfajta csapatkohézió, ami mutatja. Függetlenül attól, hogy a generációk, ugye a Diszt-Lacék voltak a fiatalok, 62-es volt, a Diszt-Peti Vadászémi 59-60, ti 58-asok, 56-os volt a Májer, Szabó, Józsi és a Csongi. Tehát egy kialakult az a fóhézió. Jó elegy volt, így és van. Ráadásul barátok voltatok. Igen, igen. Összekovácsolt minket ez a közös munka, ami jól esett. Tehát van, amikor egy játékos már várja azt, hogy jöjjön edzésre. Mi ott voltunk egy órával az edzésre. És vágytatok a sikerre. Ugye gyakran igen. Beszélünk arról, hogy mi tanúi voltunk annak, amikor elvették ugye a Fradi elleni meccsen a bajnoki címütelődítől, és itt volt az idő arra, hogy valami nagyot alkossatok. Ez volt már ennek előjele, hogy összeállt a csapat 84-85-re? Igen, korábban ugye voltak ezek a totókupák, és mi jártunk külföldre ennek kapcsán, és játszottunk mérkőzéseket,
és nagyon kevés volt az ellenfél, akit ne tudtunk volna, tehát ne tudtunk volna partiba játszani, vagy ne tudtunk volna megverni. Tehát nem véletlenül, hogy nagyon sokáig jutottunk el, mert ugye ott egy idő után kiesési rendszer van, tehát a jobbak, akik nyernek, azok mentek tovább aztán, és így adtuk a Totóba a lehetőségeket, a játékot. És akkor jött az az UEFA-s év, én azt mondom, hogy máig beleborzunk minden futballrajongó. Ugye 12 meccs volt, 6-on játszottál, tehát a felén játszottál, ráadásul nagyon fontos mérkőzéseken. Bennetek volt az, hogy el lehet jutni jószerivel bármeddig? Igazság szerint fel voltunk vértezve a Totó kupa miatt, hogy olyan nagy különbségek nincsenek. Tehát ami a mi csapatunkra jellemző, és mikor megkérdezik ezt, mert ugye óhatatlanul még mindig beszélünk róla, vagy korábban, hogy rendkívül sokat tudtunk futni. Tehát akkor volt ez divatban, akkor hozta be az MLS, ez a Cooper futás. Tehát a csapatból, most legyen az akár kezdő, vagy a 16-ból, 10 játékos 3450 méter fölött tudott futni. De ugye 3200 volt az alaba 12 perc alatt. Tehát lehetett eső, lehetett szél, meleg, hideg, teljesen mindegy, képesek voltunk erre. Ugye már beszéltünk arról, hogy egyrészt barátok voltatok, másrészt egy olyan edző irányítása mellett, akiben hittetek, de ez az is kellett, hogy higgyetek magatokban. Igen, hát ez az eredmények hatása. Tehát a bajnokságban is viszonylag jól szerepeltünk, most nem kimondottan az UEFA menetelés alatt, mert ott azért ez kettős terhelés, és akkor ezért még a szerda-szombat, ez még nem volt annyira elfogadott, de világos, hogy mi nekünk, ha játszottunk, ezek a halasztások nem nagyon voltak, amik mostanában divat, de hát elhiszem, hogy elfáradnak, mert sőt, még rotálni is kell, de mi, hogyha visszagondolsz, ezt mi 16-an csináltuk. Világos, nem 28-an, 30-an. Pontosan, tehát nem egy akkora keret volt, hanem egy 16-18 játékos volt a Egyszer-egyszer rezgett a léc, de így utólag visszagondolva, ugye már is úgy kezdődött a Dukla Prága, hogy az szűk volt bizonyos értelemben, de aztán jöttek olyan csodák, és én most nem csak a Manchestert mondom, hanem ha valaki most azt mondja, aki nem ért a futballhoz, hogy az a csapat akkor a Paris Saint-Germain, Manchester, Real, tehát három abszolút favorit. Tehát ilyen a világon nincsen. Melyik volt az a meccs, amire leginkább szívesen emlékszel? Hát ez érdekes. Nagyon sok jó benyomásom volt mindegyik mérkőzésről. Nem tudnék kiemelni, mert a közönség csodálatos volt, az eredmény jó volt, tehát az élmények, azok nem tudok köztük különbséget tenni. Tehát emocionálisan megfog mindegyik. Tehát a egyik ezért, másik azért. Párizsban, vagy jó eredményt érni el a Staffordon, vagy éppenséggel a Bernabeu-ban, az én azt mondom, hogy az elkísér egy egész életem. Igen, tehát hogy ilyen pályákon az ember pályára lép, ez mindenképpen fémjelzi a pályafutását szerintem, mert az, hogy lelátóra eljutsz, ahhoz csak pénz kell, meg utazás szervezés, de az, hogy most a pályára lépés, ott játszál, ez biztos, hogy az más. Mennyire erősített meg benneteket ez a csodasorozat? Igazság szerint utána bajnoknak kellett volna lenni, de szerintem szétszélettünk. Talán Feri bácsi is kicsit megfáradt, a csapat is, mert elég régóta együtt voltunk, tehát én azt mondom így most, hogy már én is edző vagyok, egy 2-3 év annál többet nem nagyon érdemes profi szinten, mondom én ezt. Tehát megfárad a kapcsolat. Álomszerű volt ez az egész történet, ugyanis ugyanakkor nagyon is valóságos, és itt mennyit profitáltatok belőle, itt most nem pénzben kérdezett. Tehát azt tudjuk, hogy a szurkolói szeretet végtelen. És nyilvánvaló, hogy az akkori időkhöz mérten azért dotálták is ezt, ha nem is úgy, mint ahogy ezt megérdemeltétek. Hát talán egy példát tudnék erre mondani, ami mondjuk közvetlen élmény volt, és ez az UEFA döntő után, de szerintem ez végigkísért minket, hogy annak idején kérdés volt az, hogy most két dolgot nem vittek, csak utána össze lehet ezt vonni. Kérdés volt az, hogy itt rendezzék Fehérváron a mérkőzést, mert a Real ellen az elsőt, vagy pedig Budapesten a Népstadionban. Több jegyet lehet eladni, több néző, többen láthatják, nagyobb bevétel. És lokál patriótaként mindenki azt mondta, hogy Fehérváron rendezzék. De a lényeg az, hogy jöttünk haza Madridból, és megálltunk az Üllői úton, hogy kanyarodtunk ki a híd felé. És megálltak az emberek. Ez érzelem. És megtapsoltak minket. Tehát látták, hogy a videóautóbusz, megtapsoltak. Na ez mindig igen, felkever egy picit, vagy felkavar egy picit.
Hát itthon pedig tudjuk, hogy mi várt benneteket. És ilyenkor nagyon nehéz az újrakezdés, hiszen óhatatlanul is elértetek egy olyan szintet, ami azt mondom, hogy tetszik, nem tetszik, de megismételhetetlen. Milyen volt a következő éved? Hát igazság szerint nem volt annyira jó. A Tajti József került ide edzőnek. Hát megint egy másik edző, megint egy másik koncepció, megint egy másik edző, és tehát nehéz alkalmazkodni sokszor, mert ugye mást várnak el tőled, vagy más az elképzelés, jönnek felfele a fiatalok, de talán egyetlen egy, ami profitálhatok, hogy annak idején 88-ban volt az olimpia. És hogy 87-ben megkerestek minket a koreaiak, már az MLS, bocsánat, és kértek egy válogatott csapatot, amit úgy válogattak össze az NB1-ből, hogy azok a játékosok, akik kevesebben jutnak szóhoz. Tehát ez egy liga válogatott volt. Liga válogatott. Így van, és akkor mi kimentünk oda, és végigjártuk az összes stadiont. Tehát ez egy akkora élmény volt, amit máskor szerintem nem tudtam. Tehát és ráadásul mind a 6 meccsen játszottál. Igen. És ráadásul igen. Remekül játszottál. Ennek ellenére a 30. születésnapod már megint Gyöngyösön talált. Miért? Ez érdekes volt, igen, mert Feri bácsi visszakerült. Na most nagyon, hát hogy mondjam, tehát igazán ilyen se veled, se nélküled kapcsolatunk volt, mert amikor szükség volt rám, akkor játszottam, és legalábbis egyszer azt mondta nekem, hogy a legjobb teljesítményt adtam le a védelembe, de mégis kikerültem, tehát na most akkor ebben sok mindent nem tudsz kezdeni, és úgy döntöttem, hogy akkor jó, elég, ez a hol hideg, hol meleg elég lesz, mert már 30 éves vagyok, meg van feltörekvő ifjúság, átadom a helyem. Ez a saját döntésem volt, megbeszéltem Feri bácsival, elmentem hozzá a lakására, és mondtam neki, hogy ha nincs különösebb ellenvetése, akkor én elmennék Gyöngyösre. Gondolom tártkarokkal vártak. Igen, mert előtte már lent voltam érdeklődtem, meg már játszottam 79-80-ban ott, tehát amit említettem ebbe az NB2-es ciklusba, ez most egy NB3-as csapat volt, egy 30 éves játékos szerintem mindig, úgyhogy ott vezérként néztek rám, vagy ráadásul tekintettek rám. Egy gyönyörű szép kisvárosban, ahol igen, szerették a futballt. Én nagyon szerettem Gyöngyösön, ott mindig állandó volt a nézőszám, 3002, vagy az újságban jelent meg ennyi, de tényleg az a lelátó asztala volt. Te mindig tudatos voltál, tehát 30 esztendősen visszamenni Gyöngyösre, akkor már nyilván voltak terveid. Tudtad már, hogy a futball pályafutásod után, mert nyilván még erről beszélünk, hiszen még sokáig játszottál, igen. De akkor mihez fogsz kezdeni? Igen, már több vasat is tartottam a tűzben, mert közben, míg itt játszottam, már a Videotonnál, elvégeztem a gépgyártás technológus üzemmérnöki diplomát, illetve elvégeztem, és hideg-melegkonyhás tanfolyamra is jártam, amit ott fejeztem egy Gyöngyösön, és ott Gebinben megkaptam egy borozót. Tehát én ezt tudtam, hogy már miért megyek oda, tehát tulajdonképpen ez volt a cél, hogy egyfajta átmenetet képezzen ez a gyöngyösi kaland, a civil élet, illetve a labdarúgás között. Tudtam, hogy előbb-utóbb be fog fejeződni, tudtam, hogy valamihez kell kezdjek, mert az úgy nem lehet, hogy most akkor várom a sült galambot, mert nem biztos, hogy az repül mindig. De aztán ennek ellenére folytattad. Tehát hazakerülve Gyöngyösről folytattad a játékot, és nem is alacsony szinten, hiszen ha visszaemlékszünk, akkor még egy kicsit más volt a megyei első osztály, de például ott volt a Gásszer. Igen, a Gásszernél nagyon szerettem játszani, aztán jött a tulajdonos, akivel feljutottak NB1-be, és ő odahozta a Hartyányi Gabi bácsit. És hát inkább semmit, mint rosszat. Tehát nem voltunk annyira jóban, nem stimmeltünk, és én szerettem volna maradni, mert láttam a koncepciót, láttam, hogy jó csapat építődik, talán tudtam is volna segíteni. Tehát ez volt ez a Velence Tours Gásszer átmenet, a német Laci féle. Aztán Bicskére kerültél, és végül Velence. Igen. Tehát ez már akkor, én azt hiszem, hogy akkor már kipróbáltad magad edzőként is, igen, mert Velence. Akkor már tudtad, hogy ez lesz a jövőd. Miért a fiatalokat választottad az első időszakban? Igazság szerint, ahogy Velencére kerültem, már felvetődött, hogy esetleg mi lenne, ha, mint edző. Tehát én ezt párhuzamosan vittem a velencei első csapatot játékos edzőként, plusz felkértek arra, hogy ugye közelben volt az iskola, sőt talán még a torna udvar is egyezett, ott közvetlenül ott a parkban, ott a kastély mellett,
hogy mi lenne, ha tartanék edzést a fiataloknak. Na most ez annyira jó sikerült, és ezért gondoltam, hogy talán érdemes lenne ezt vállalni, mert mikor elkezdtem, ilyen 10 gyerek jött. Aztán a év végére voltunk 30-an. Mennyit kellett változnod, hiszen azért a kortól függetlenül a futball is változott természetesen, és hát nyilván más minőségi edzést követelnek a mai fiatalok, tehát minden megváltozott. Ez nem azt jelenti, néha jó, ez máskor pedig visszasírjuk a múltat, de mennyit kellett edzőként változnod? Igazság szerint elég sokat, mert amit láttam, meg amit tapasztaltam, az nem volt az zsúrban, amit tanítottak. Ugye akkor jött be ez az UEFA képzés, tehát ezt nekünk már el kellett végezni. Világos, hogy NB1-es játékosként voltak kedvezmények, tehát nem kellett a C-t annak idején elvégeznem, hanem rögtön a B-t, illetve az A-t. Hogyha volt kedved, hát ez már saját dolgaim miatt, hogy azért egyre magasabban jegyzett edző lehessek. És ott, amiket tanítottak, az teljesen új volt. Még akkor is, hogyha így visszagondolva, ezt mi kevésbé tudatosan alkalmaztuk a játékunkban. De így megfogalmazva, leírva, ugye akkor láttam először. Sőt, ezt össze is kellett rakni. Tehát ezek a kis játékok, a párharcok, tehát szétbontották a játékot ilyen kis gyakorlatokra. Tehát amit ketten, hárman, négyen, hatan, tehát ilyen kis játékokról beszélünk, tehát ilyen kisebb csoportokban lehet végezni. Na most ez teljesen új volt. Mi mindig együtt gyakoroltunk korábban. A teljes keret, a teljes csapat, tehát nem volt ilyen, hogy valaki pihent, ott mindenki mozgott. Itt meg ugye kis csoportokban lehet végezni, és más jellegű a mozgás, tehát jobban futball specifikus. Igen, világos. A kicsik után azért megérkeztünk a mához. Tényleg, a kicsiket hogyan lehet fejleszteni? Mi az a plusz, ami egy edzőtől elvárható ahhoz, hogy valóban fejlődjenek, és ne csak ott legyenek, ha úgy tetszik? Igazság szerint nekünk most az a feladatunk kisebb korosztályban, tehát most magunkról beszélek edzőkről, megszerettessük a futballt. És ahogy egyre magasabb, illetve tehát, hogy egyre idősebbek lesznek, akkor megtanítsuk ezt nekik, ezt a játékot. Na most a kicsikhez szeretettel kell fordulni, türelemmel. Tehát ott neki meg kell tanulni azt, hogy alkalmazkodni kell a többiekhez, tudni kell passzolni, tudni kell lekezelni. Tehát sok minden olyanra kell megtanítani, ami korábban nem volt. Ott a labda, ott az ellenfél, ott a pálya, ott a szülő, ott a játékvezető. Tehát sok mindent meg kell, sok minden tényező van, amit figyelembe kell vennie. És ahogy egyre idősödik, egyre többet tud, egyre nagyobb a technikai tudása, egyre jobb a taktikai érzéke, és akkor folytatódik ez a sor, hogy akkor mire és hogyan kell, hogy mikor tanítod meg, mikor kell megtanítani fejelni, ugye mikor fejelhet már, ugye ezek a labdák azért nem könnyűek, hogy mikor nő be a kutacs a feje tetején, tehát ezeket tudni kell, tehát nem csak az, hogy fizikálisan hogy kell edzeni, hanem azt is, hogy élettanig, mikor ér oda, hogy most már lehet ezt vagy azt csinálni. Hogy eljusson az első osztályig. Igen, viszont igen. Edzőként most a megyei első osztályú Ikarusz edzője vagy, és én azért figyelem folyamatosan természetesen, mert meggyőződésem, hogy akkor volt igazán népszerű a futball Székesfehérváron, amikor voltak különböző csoportok és létrák, hiszen ott volt a Videóton mindig, de ott volt a MÁV előre, a Köfém, az Alba Régia és így tovább. Ma már ugye a Főnix mellett az Ikarusz az egyetlen olyan csapat, ahol a székesfehérvári fiatalok otthonra találhatnak. Ráadásul remekül szerepeltek, hála Istennek. A hétvégén is egy remek győzelem, úgyhogy most már 3 győzelem, 9 pont, azt hiszem, ennél jobb évkezdés nem kell. Mi motivál az Ikarusznál, hiszen azok a fiatalok, akik oda kerülnek, nyilván feljebb vágynak, viszont a megyei első osztályban pedig eredményt kell, hogy felmutassanak. Igen, hát összetett a dolog nagyon, mert én a Videóton utánpótlásában dolgoztam, és láttam és szembesültem avval, hogy hát vannak olyan játékosok, akiktől elbúcsúznak. Tehát óhatatlan, hogy amikor iskolaváltás van, jönnek játékosok is, netán jobbak is. Na most a keretek meg adottak, tehát bizonyos korosztálynál meg vannak szabva, hogy hánnyal tud foglalkozni egy edző, vagy akár két edző. És a létszám felettieket elküldik. Na most, hogyha sportolni akar és szereti a futballt, meg szerettettük vele, akkor utána sportolni akar, illetve futballozni akar, és akkor tud választani a Ikarusz, illetve a Főnix között. De hát
Én úgy gondolom, hogy amikor a Marosegyre elszerződtem, akkor gondoltam, hogy igen, hát ezekre a gyerekekre azért vannak ott ügyesebbek is. Hát mondjuk egy példát is tudok erre konkrét példát mondani. Annak idején a 2004-es korosztálya, nem tudom mennyire figyelőd az utánpótlást, ők két évvel voltak bajnokok, azt hiszem a kiemelt korosztályban, U13-ként talán, most így meg nem mondom. A Büki, bocsánat, nem a Büki, a Berki, aztán akiket talán ismerhetsz, de végül is nem érdekes a dolog. És onnan elkerült három srác, akik ide kerültek a Marosegyre. És most az egyik 16 éves játékos már be is mutatkozott nálam a megye 2, mert olyan szinten fotballozik, hogy felnőttek között, 16 évesen, világos, hogy már játszhat, ugye, mert elérte azt a kort, és már tud érvényesülni. Tehát már kapott játékpercet nálam. Tehát van lehetőség feljebb Igen. lépni. És ez is a cél, hogy tulajdonképpen, hogyha ő képes arra, hogy fejlődjön tovább, mondjuk, ha nem is olyan ütemben, mert itt óhatatlan már ilyen 14-15, amikor elkezdenek nőni, hogy hát akkor kicsit lemarad ebbe vagy abba, és nem úgy fejlődik, ahogy azt elvárná az edző vagy a klub, akkor bizony elkerül, és de viszont legközelebb, már 18 évesen már képes arra, hogy azon a szinten teljesítsen, ami az elvárás, akkor meg lehet, hogy vissza fogják vinni. És ezt én nála el tudom képzelni. No, hát én örömmel konstatáltam, hogy 60 is túl is van élet, tehát ezt magamra is értem természetesen, és köszönöm, hogy itt voltál, és arról nem beszélve, hogy azért a kiegyensúlyozott családi élet is nagyon fontos, és itt említsük meg Lelked Jobbik felét társadat, Borsányi Beáta, a Hírlap kiváló újságíróját, aki egyébként volt Fehérvár televíziós, tehát ezért is, úgyhogy kerek a világ? Teljesen. Teljesen kerek, úgyhogy rendben van minden. Mindenki a helyén van. Örülök nekik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kérlek, és máskor is szívesen. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem Borsányi István volt, akivel arról beszélgettünk, mi minden történt veretes labdarúgó pályafutásában. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!